jó néhány sós leszármazottnak vagyok hál' Istennek ismerőse, és pontosan tudom, hogy hol állt Sós Imrének a vállakon a családi háza. Ismerem a táblát azon a házon, és hát büszke vagyok arra, hogy ő is Balmazújvárosi. Törőcsik Mari régóta nekem nagyon jó ismerősöm, és amióta Velemben él, bizonyára tudják, hogy betegeskedett, és leköltözött Velembe, és gyakorlatilag szinte 2 éve ott él, én rendszeresen látogatom őt. Nagyon jóban vagyunk, nagyon igényli, hogy én menjek meglátogatni, én meg nagyon szívesen megyek. Már az első látogatásokkor feltűnt, hogy ebben a nagyon kedves velemi parasztházban, ahol ő él, nagyon szépen van berendezve, rengeteg festmény van a falon. Színész csak egyet láttam, illetve azon a képen 2. A Körhintából Törőcsik Marit és Sós Imrét. Ez az egyetlen kép, ahol színész van. Tehát én feltételeztem korábban is, meg szó esett róla, hogy igen, igen, a szívébe van zárva Sós Imre. És most, amikor tudtam, hogy ez a felkérés van, én megkértem őt, hogy mondjon egy pár szót Sós Imréről. Hát higgyék el nekem, hogy én most itt az igazat mondom. Először is könyvbe lábadt a szeme, hogy én majd itt beszélni fogok, és azt kérem, hogy mondja el, amit fontosnak tart, hogy én azt elmondhassam. A következőket tudom tőle. Ő csak tudott Sós Imréről, amikor a Körhintába próbafelvételre a Fábris Zoltán kihívta, mert akkor már a Rudas Matyit látta. Tehát tudta, hogy milyen színész, meg a hírét is hallotta, hiszen Sós Imrének már főiskolás korában legendás híre volt, a tehetsége az futó tűzként terjedt el a színházi szakmában. A szakmaveli, a színész, a rendező szemével mitől izgalmas Sós Imre? Mitől volt ilyen hatalmas? Én mindenkitől azt hallom, hogy valami döbbenetes nagy egyéniség volt. Mi az oka? Azt nagyon nehéz elmondani. Ez a kirobbanó tehetség, amivel ő rendelkezett, és a színészek, a idősebb színészek, akik személyesen is ismerték, talán játszottak is erre, arról számolnak be, hogy az ő tehetsége, mint az ős erő. Tehát valószínűleg a génnek ebben van, ez a genetikában kell keresni az okot. De hát abban is lehet, hogy hát mit tudom én, most szeretnék Balmazújvárosnak hizelegni azzal, hogy nyilván az itteni környezet, vagy az aura, amit itt kapott, biztos, hogy az iskola is szerepet játszott benne, az akkori barátok, a szülők, tehát mindennek szerepe van abban, hogyha valaki ilyen átütő tehetség, de azért fogjuk elsősorban a génekre. Szirtes Ádám találkozni akart a Törőcsikkel, jól lehet beteg volt. És megmondta, hogy melyik sarkon a városban szeretne vele találkozni. De hát Ádám, de most beteg vagy, hát feküdjél, ne, elmegyek hozzád. Nem, találkozunk ott, azon a sarkon. Jó, találkozunk. Miért találkozunk ezen a sarkon? Mert ezen a sarkon mesélte el nekem Sós Imre könnyek között, vagy a Szirtes Ádám, annak ott mesélte el a Sós Imre könnyek között, hogy nem mehet ki Kámban, mert egy paraszt ne képviselje Magyarországot egy ilyen rangos fesztiválon. És a Törőcsik most, hogy amikor mesélte, teljesen tűzbe jött, indulata volt. A betegségét legyőzve mondta, hogy ki lehetett az az állat, aki ezt mondta a Sós Imre. Tudnék, Sós Imre intellektuális színész volt, és a tragédiája az volt a Törőcsik szerint, hogy beskatujázták paraszt színésznek, neki Hamletet kellett volna játszania. Olyan úr volt, mint hogyha herceg lett volna. Úgy öltözködött, olyan volt a viselkedése, olyan volt az étteremben, bárhol megfordult, olyan elegáns volt és olyan felsőbbrendű, hogy szó se volt arról, hogy neki parasztokat kell játszania. Már régen Hamletet kellett volna játszania, mondta a Törőcsik. És az egyik tragédiája az volt, hogy a színházi világ őt beskatujázta. Törőcsik Mari szerint ő volt a korának a legintellektuálisabb színésze, és már régen Hamletet kellett volna játszani. Most kutatok az emlékezetemben, hogy ki van olyan ismerősöm, aki mély sorból jöve, ha szabad így kifejezni magam, átütő tehetségre. Tehát a Szirtes Ádám az hasonló volt. Nagyon jó barátok voltak Sós Imre és Szirtes. Őben is ilyen ős erő feszült. Azt nem tudom pontosan, hogy a Bessenyei Ferencnek mi a sorsa, ő Hódmezővásárhelyi,
és hát ő is a robosztus erejét, őt szerencsém volt személyesen is ismerni. Tehát én most nem tudám felsorolni azokat, de azért bizonyára ritka az olyan üstökös-szerű jelenség, mint amilyen a színház életében Sós Imre volt. Az 50-es évek, ugye, amikor a pályáját kezdte, akkor valami hatalmas nagy egyéniségekkel volt ele a színházi élet. Hogy lehet, hogy ma kevesebbet hallunk a nagyobb színészekről? Vagy ma a világ változott meg, vagy a tehetségek kevesebbek? A világ úgy változott meg, hogy egyszerűen a színháznak és a színészeknek a presztízse hatalmasat zuhant, főleg a rendszerváltozás után. Mert odáig azért érdekes, hogy a színház mit mond, és a közönség tisztelte a színházat is, meg a színészeket is. Amióta szólásszabadság van, és hát gondoljuk azt, hogy teljes értékű demokrácia, meg lehet kérdőjelezni, azóta nem érdekes a színész, és nem érdekes a színház. Megszűnnek az újságban a híradások a kultúrás eseményekről, nincsen televízió, alig készül film, bár mostanában már szaporodnak a filmek száma, tehát a közönség nem ismeri meg a színészeket. Én tudok mondani olyan színészt, amelyik olyan nagyság lenne, mint a ragyogó, tündöklő tehetségek, mint a Gábor Miklós, mint a Latin Ujja Zoltán. Mondok, Fekete Ernő a Katona József Színházban, senki nem ismeri, honnan ismerni, mert nem járnak a színházba, és nem szerepel a tévé képernyőjén. Vagy mondhatom azt, hogy Keresztes Tamás, fiatal színész, nem ismerik. Tehát egész egyszerűen mostoha most a színészek sorsa, mert nincs tévéjáték, nincs film, nincs népszerűség, és aki nem bukkan fel valamelyik szappanoperában, azt egyáltalán nem ismerik. Sós Imrét az egész ország megismerte, csak úgy hirtelenében mondom, Ludas Matyi, Körhinta, a Körhinta alapján az egész világ talán. Azt gondolom, hogy önmagában a Körhinta elegendő volt ahhoz, hát ha önmagában úgy értjük, hogy ilyen kiváló film, hát ez egész országi megnézés. Hát szerintem mindenki látta a Körhintát, és szájról szájra száll a parancs, hogy tessék megnézni a Körhintát, mert fantasztikus a Törőcsik Mori és a Sós Imre, és valóban mindenki látta, és hát egy csapásra a mennyekbe kerültek népszerűség tekintetében ezek a művészek. Nem tudott igazán olyan szerepeket eljátszani, mert nem kapott olyan szerepeket, amelyekre a tehetsége és az intellektusa predesztinálta őt. Tehát a Törőcsik egyetlen színész őriz a falán, és lehet, hogy olyan mélyen beszélt néhány színészről, hát az ő szavait kéne pontosan idéznem, hogy a Sós Imre úgy van benne a szívemben, ahogy senki. És hogy valahányszor eszembe jut, mindig eszembe jut az ifjúságom, eszembe jut a Sós Imre mentalitása, a tehetsége, az a csoda, amit ő képviselt, és az én szívemből ő már onnan soha nem fog kikerülni. A Sós Imrében rajongtak a nők, azt tudjuk. És hát borzasztó vesztesége a magyar színháznak. Elvileg ő még élhetne. Hát 89 igen, éves lenne. Hát mondjuk nem játszan a színpadon, de még köztünk lehetne. És ki tudja, hogy nem találkoztunk volna valamilyen filmen, vagy esetleg színpadon. Hadd dédelgessem magamban azt az álmot, nem is kell becsukni hozzá a szemem, hogy elképzeljem, hogy valamikor esetleg, amikor a Nemzeti Színház igazgatója voltam, akkor én fölkerestem Sós Imrét az első közt, és megkértem, hogy legyen a társulat tagja. És ő nem sokat gondolkodott, azt mondta, hogy nagyon szívesen, és akkor leszerződtettem. Hát ez legyen az álmom.